Bayer László valószínűleg nem mert ma sem hazajönni, mert itt vagyunk páran. Csak egész nyugodtan. Köszönjük a türelmet. Tehát nekünk, de nyugodtan itt is maradhat, és akkor végig hallgathatja a beszédeket. Tehát nekünk bőven elég az, hogy Kövér László, ha jól látjuk, tehát vagy szeretnek sötétben üsörögni itthon, vagy haza se jöttek ma sem. Mert általában ez, amikor ne oda megyünk valamelyik mocsokhoz, akkor nem megy haza. Tavaly októberben Csányi 3, illetve 4 napig, mert meghosszabbítottuk egy nappal, a demonstrációt nem ment haza. Hát ezek fakírók, ahelyett, hogy oda jött volna, kezet ráztunk volna, és visszaadta volna azt, amit ellopott. Vagy Kövér László a tavalyi éjségsztrájkon egyszer nem jött oda, nem is köszönt, a felesége sem. Egyedül a gyerekei, akik innen tudók, és ők azért köszönnek, biztos a tanáraik, azok sokkal jobban nevelik őket, mint ezek itt a családban. Tehát a Kövér és a felesége köszönni sem tud, vagy meg vannak ránk sértődve, vagy ilyen bunkók, tehát ezt most így nem tudom megmondani, de valamelyik biztos a kettő közül. Mert azért azt mondja, hogyha valaki oda jön hozzám, és mondjuk tüntetne a házam, de csak kimennék megkérdezni, mi a szözt keres ott, nem? Ezt lehet, hogy meg tudjuk beszélni, és nincs is rá szükség, hogy rosszban legyünk. Tehát, ami fontos, kitiltás. Mentünk volna a képviselői irodaházba sokan, és ott kiderült, hogy 27 ember oda nem mehet be. Hát én úgy vagyok vele, hogyha Kövér László ide a házába nem enged be, azt megteheti, ez az ő háza. De a képviselői irodaház egy középület. Egy középületből nem mondhatom meg, hogy te meg te nem mehetsz oda be. Annak okának kell, hogy legyen, ezt az okot bizonyítani kell, és kell biztosítani lehetőséget arra, hogy akit kitiltanak, az védekezzen. Hogy fel voltak ugyanezek a mocskok, ugyanebben a Valériba tartoznak, akik itt vannak, amikor az USA, saját országa azt mondta, hogy hát te meg te nem jöhetsz be hozzánk, miért csak? Nem mondjuk meg. Fölháborodtak. Hanem én nem mehetünk be. Hol a bizonyíték? Hogy tudok én védekezni, mondták el a haverjai. És ez meg ugyanezt megcsinálja. És ugye megcsinálta már másokkal is ebbe a képviselői irodaházba, de meg fog lepődni, mert azért ezzel kapcsolatban is van néhány fricskánk még, és ezt meg is fogja kapni. Forintosítás. 2,56. Hogy ezt hogy jutott eszükbe? Miért nem 300? Vagy miért nem 500? Vagy miért nem 100? Vagy egy? El sem mondták, hogy miért. Miért pont 2,56? Mert november 7, mert még bennük cseng az internacionália fülükbe. Vagy ugye nagy része a Lomonoszovra járt. Ott november 7-én masírozták át a tankok, és most is ott dubrög. November 7. Könnyen előfordulhat, hogy ez moszkolt a fejükbe, és akkor ha november 7, akkor 2,56, akkor 2,56. Annak ellenére, hogy miközelhez Kövér Lászlónak, ő a házelnök. Lehetősége lett volna elhalasztani a szavazást. Több közérdekű bejelentés ment be hozzá is személyesen, a kuria elnökéhez, és még 1,000 millió emberhez hivatalosan, hogy halasszák el a szavazást, mert nincs alapja. Halasszák el a szavazást, mert az előző két törvény, aminek az alapja a forintosítás, alkotmánybírósági felülvizsgálaton van. Halasszák el, mert több jogász jelezte, ha az alkotmánybírósági felülvizsgálat nem vezet eredményre, akkor az Európai Bírósághoz fordul a törvény törvénytelensége miatt. Halassza el, mert nem volt társadalmi egyeztetés. 2010-es törvény szerint, amit ugyanez a brigád hozott, kötelező minden törvény társadalmi egyeztetésre bocsájtani, mielőtt egyáltalán a ház elé kerül. Nem volt társadalmi egyeztetés, meg se kérdezték. Ellenben mi volt? Leültek a Mocsok Szövetséggel, aminek szintén itt van néhány képviselője, és megduncsizták, hogy a 256 az jó lenne. Persze, hogy jó, hogy ne lenne jó, ha 150-en vettük fel, 256 teljesen jó. Az nekem is jó. És akkor itt hallom, hogy a csókosoknak meg ugye 180. A népnek 256, a csókosoknak 180. Meg az önkormányzat.
meg az önkormányzatoknak meg átvállaltuk, meg stb. Stb. De az egy másik dolog, mert azt ugye tőlem is, de az olyan volt az önkormányzat, hogy tőlem átvállalták, úgyhogy én fizetem ki. Hát az így, ez így elég hülye jön ki, nem? De átvállalva megmentettük, hogy nem mentettük volna a bankokat, akik aztán nem kapták volna meg a jogtalan követeléseiket. Na körülbelül ennyi az okokról, lesznek még itt mindjárt munkák, de tudom, hogy van más is, aki felszólalna, akiről biztosan tudom, Takács Gábor a Magyar Autonóm Néppártól, ugye Gáborral sokat mozogtunk már együtt, aki nem tudná, Gáborral egy év és néhány hónappal ezelőtt együtt vontak eljárás alá, amikor Kőbányán egy családot mentettünk volna meg a kilakoltatástól, tehát innen az ismeretség, azóta figyeljük egymást, és sok mindennel hasonlóan gondolkodunk. Üdvözöllek Gábor, és köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Ide gyere, mert nehogy gerjedjünk.